Összefogtak, hogy segítsenek. Az Állatkert és a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény közösen gyűjtött adományokat a hétvégén. Jótékonysági akciójukkal a nehéz sorsú gyermekeken szerettek volna segíteni. Ezért szombaton és vasárnap a Vadaspark bejáratánál azok a látogatók, akik adományokkal érkeztek, 100 forintért válthattak belépőjegyet. Ajándékszatyrokkal a kézben érkeztek látogatók az Állatkertbe szombaton. Jó reggelt kívánunk! A bejáratnál a Meszegyi munkatársai várták őket. Tartós élelmiszereket, édességet, játékokat rejtettek a csomagok. Az adományért cserébe pedig kedvezményes belépőjegy járt. Azok a látogatók, akik felajánlásaikkal segítettek, 100 forintért fedezhették fel az Állatkertet. Ott van, megvan! A Vadaspark és a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a nehéz sorsú gyerekekért fogott össze. Bár sokan nem tudják, a Meszegyivel nekünk nagyon jó kapcsolatunk van, egyrészt a szociális tűzifa osztása kapcsán, másrészt a társadalmi szerepvállalás, a hajléktalanok foglalkoztatása, a közfoglalkoztatás menedzselése mellett a Vadaspark, a Miskolci Állatkert vezetője jutott arra a gondolatra, hogy a rászoruló gyerekeknek szervezzünk egy ilyen gyűjtést. A Meszegyi azonnal partner volt. Számukra is kiemelt jelentőségű a téli időszak. Ilyenkor igyekeznek minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy a legtöbb rászorulón segíteni tudjanak. A hétvégén összegyűlt adományokat az intézmény munkatársai osztják majd szét. Az itt összegyűlt adományokat elsősorban az intézményünk ellátásában lévő a családok átmeneti otthonában, a gyermekek átmeneti otthonában, illetve a Család és Gyermekjóléti Szolgálat látókörében lévő családok számára, illetve gyerekei számára fogjuk célzottan átadni. Az összefogást és a gyűjtés sikerességét Veres Pál polgármester is támogatta. Hatalmas ajándékcsomaggal érkezett a helyszínre szombat reggel. Öröm a gyerekeknek. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. A jótékonykodás időszaka elkezdődött, és bár másokon segíteni egész évben fontos, tény, hogy a szeretet ünnepéhez közeledve egyre többen készülnek adományokkal, hogy szebbé varázsolják a rászoruló karácsonyát. Nyitottva kell lenni a szívünknek arra, hogy adományozzunk és jót tegyünk olyanokkal, akiknek nehéz a helyzete. Ez tényleg egy példaértékű összefogás itt a Vadaspark és a Meszegyi között, amelynek keretében ez szociálisan rászorulókra, fogyatékos gyerekekre, felnőttekre, átmeneti otthonban élőkre gondolunk ilyenkor. A kétnapos gyűjtés sikeresen zárult. A látogatók a tartós élelmiszereken és az édességen túl plüssöket, könyveket, írószereket, ruhákat, tisztálkodószereket és tisztítószereket is adományoztak.